Augusztusban már csak a kaptárak körül repkedtek a méhek, számukra az éves munka ekkor már véget ért. Jól gyűjtögettek, hiszen még az is közel 25 kg mézet tudott termelni a megyében, aki nem vándorolt a méhekkel. De nem csak a mennyiséggel, hanem a minőséggel is elégedettek lehettek a termelők. Az akácmézünk az jó mennyiségben és jó minőségben termett meg. Mondhatnánk, hogy egyik kiemelkedő évünk volt, ha a veszteségek, családveszteségekről nem beszéltünk volna. Akik vándoroltak évközben, azoknak akár a napraforgó, akár más vadvirágmézek vagy vegyesvirágmézek is megtermelhetővé váltak, és azoknak a minősége és mennyisége is megfelelő volt. A magyar méz minőségének megőrzése pedig a kormány számára is az egyik legfontosabb feladat. Nagy István híradónknak úgy fogalmazott, a magyar méz hírneve olyan meghatározó márka, amelyet hosszú ideig fent kell tartani, ha eredményesek akarnak lenni a nemzetközi piacon. A Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, az eredményességhez az is szükséges, hogy a mézből, mint alapanyagból terméket állítsanak elő. Jelen pillanatban az a tendencia, hogy a magyar méhészek mintegy 20 ezeren megtermelnek 20 és 30 ezer tonna közötti mézet, ebből 20-25 ezeret exportálunk külföldi országokba. Csak hogy mi ezt hordóval lédikként tesszük, és a külföldi palackozó üzemek töltögetik üvegbe, készítenek belőle terméket, duplázzák meg, vagy triplázzák meg az árakat, és úgy viszik a forgalomba. Ennek a jövedelme, ez nagyon hiányzik a magyar méhész társadalomból. Az Európai Unió és a magyar kormány 50-50%-os finanszírozásában éppen ezért évi 4,7 millió euró támogatáshoz jut a magyar méhészeti ágazat. Ez több, mint 15%-kal haladja meg az előző támogatási ciklus forrásait. Azt próbáljuk elősegíteni minden egyes támogatással, hogy hogyan tudnak a magyar méhészek palackozó berendezéseket vásárolni, hogyan tudjuk a kiszerelést ösztönözni, hogyan tudjuk a piacra juttatást, a közvetlen értékesítést erősíteni a magyar méhészek körében. Ez most a legfontosabb prioritás. A piacra jutás elősegítése és a magyar méz hírnevének megőrzése érdekében komoly szerep jut a folyamatos mézvizsgálatoknak, a termelői méz azonosítására létrehozott mézszárszallagnak és a termelői mézes üveg használatának is. Az utóbbi időben ugyanis megszaporodtak a hamisítvány mézek Európában. Az Országos Magyar Méhész Egyesület a Nemzeti Programba is lehetőségen nyúlt, vagy nyílt, hogy mézeket vizsgáltasson be. Akár itt a polcokról levett mézekről, vagy akár a termelőktől a zárszalagos méhészektől begyűjtött mézek vizsgálati eredménye tökéletes volt végül is, semmilyen idegen anyag volt, és csak minden méz azt, amit fel volt rajta tüntetve, azt tartalmazott. A magyar méhészet 22-25 milliárd forintot tesz ki a mezőgazdaság éves termelésében. A méh családok száma Magyarországon meghaladja az 1 milliót, a méh sűrűséget figyelembe véve az Európai Unió 27 tagállama közül a második helyen áll hazánk.